Emelkedő tendenciát mutat a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban, valamint Kecskeméten is. A szennyvíz vizsgálata a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítő anyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. Az NNK vizsgálatai megerősítik, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában járunk. Emiatt kiemelten fontos az egyéni felelősség, a november másodikától szigorodó általános óvintézkedések betartásában.